folytassuk a témát a logisztikus regresszió különböző változataival. Kezdjük először is egy nagyon direkt és kézenfekvő kiterjesztésével. Mi a helyzet akkor, ha kettőnél több kategóriánk van? Mert hát ugye az egész témakört azzal kezdtük, hogy most kategóriális eredményváltozóval foglalkozunk, mondhattam volna is, hogy minőségi eredményváltozó kategóriái vannak, hát de nem kötő, hogy kettő legyen, már pedig eddig csak azt néztük, amikor két lehetséges kimenet van mi van akkor, ha 3, 4, 5, akárhány kimenettel van dolgunk. A szerencsés helyzet az, hogy egy pici ügyes észrevétellel, talán így mondom, meg lehet ezt a problémát is oldani, az akárhány kategóriás problémát is oldani, pontosan ugyanazzal a módszertani bázissal, mint amivel elintéztük a sima bináris esetet a logisztikus regressziónál. Ugye emlékeztetőül, csak egy mondatot itt felírva, egy képletet itt felírok a sima bináris esetből. Ugye úgy intéztük el a kérdést, hogy azt mondtuk, hogy vettük a logitot, és azt modelleztük lineárisan. Mi volt a logit, az esély e, logaritmusa, mi volt az esély valószínűség per egy mínusz valószínűsége. És ahogy mondtam, ezt modelleztük lineárisan, tehát azt mondtuk, hogy ez egyenlő lesz x e, transzponálszor bétával. Erre ránézve még nem ordít, hogyha az y az nem csak nullát meg egyet vehet föl, hanem nullát meg egyet meg kettőt meg akárhányt, akkor mit kell csinálnunk? A trükk a következő, már amennyire ezt trükknek lehet nevezni, de később adni fogja a gondolatot. Mi ez itt alul? Egy mínusz az egybetartozás valószínűsége. Hát az 1 mínusz 1 betartozás valószínűsége az természetesen nem más, mint a nullába tartozás valószínűsége. Lévén, hogy két kategóriánk van, és pontosan egybe lehet tartozni, ha nem egybe tartozik, akkor nullába tartozik. Tehát az 1 mínusz 1 tartozik valószínűség, az egész egyszerűen a nullába tartozik valószínűség. Úgyhogy ez igazából nem más, mint a PY egyenlő egyet, osztva a p y egyenlő nullával. Teljesen mindegy, nyugodtan mondhattam volna ezt is. De ezért lesz, azért lesz ez nekünk jó, erre mondja az ügyes észrevétel, mert ez viszont sugal valamit, ami ebből nem látszódott, ez sugal valamit, ami pedig további lesz a több kategóriára. Hogyha erre ránézünk, akkor azt látjuk, hogy ez egyes betartozás, amit vizsgálunk, valószínűsége viszonyítva a nullás betartozáshoz. Ugye, ha az egyes betartást vizsgáljuk, akkor a bináris esetben csak a nullásba a tartozáshoz viszonyíthatunk, azon egyszerű oknál kifejezik, hogy nem volt más kategória. Most lehet több kategóriánk. Nézzük azt az esetet, hogy az y az a 0, 1, 2, pont, pont, pont m-1 értékeket veheti föl. Miért m-1? Elég nyakatekertnek tűnik. Azért, mert azt akartam ezzel kifejezni, hogy m darab kategóriánk van. Azért mondtam, hogy m-1-ig mehessen. Megtartjuk azt, hogy viszonyítjuk az egyes kategóriákat ugyanahhoz a közös rögzített referencia kategóriához, és ez lesz a trükk. Mondom, ezt általánosítjuk. Ha nem nulla meg egy van, akkor is ugyanezeket fogom fölírni, csak akkor nem, a, nem, az van, hogy egy darab viszonyításom van, hanem m 1 darab viszonyításom lesz, mert nem csak az egyes, hanem a kettes, hármas ponton m 1 est is viszonyíthatom a nulláshoz. Maradjunk úgy, bar vagyunk lerögzítve az, hogy a nullás a referencia. Ugye most ez nem megszorító megkötés, mert bármelyik, bárhogy átszámozható, meg elő, eleve, ugye levesek közül, hogy számok legyenek. Hát ez lehet az, hogy ö, alapfokú, középfokú, felsőfokú. Ö, mindegy, kiosztok hozzájuk számokat. És még egy fontos gondolat, bocsánat, mert tovább megyek. Szemben azzal, amit az alap, közép, felsőfokú példá most itt sugalt, nem fogok semmit föltenni a kategóriákról. Ugye az alap, közép, felső, ez egy ordinalitás sugalt, ezt se fogom fölteni. Teljesen általános eszközt akarok a kezembe kapni, ami működik akármilyen kategóriák esetén is. Szóval nézzük azt, hogy egyes kategória, és viszonyítunk a referencia kategóriához, a nulláshoz. Csak ha több kategória van, akkor itt nem állhatunk meg, mert akkor beszélnünk kell arról is, hogy a kettes betartozás valószínűségét, de ugyanúgy a nulláshoz viszonyítjuk, mert azt neveztem ki ilyen értelemben referenciák, pont, 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 és végezetül az M-1-es betartozás valószínűségét is viszonyítanom kell a kinevezett referencia kategóriámba tartozás valószínűségével. Ezt általánosítottuk. És, kettes gondolat, ezt a részét viszont itt a jobb oldalt meg fogjuk ugyanúgy tartani. Tehát ezt a, a kifejezést ugyanúgy lineárisan modellezünk, egy, nagy, egy, de annál fontosabb kitétellel, hogy a béta az különböző lehet mindegyik ilyen esetben. Ugye nem akarunk semmit sem fölteni, teljesen általárosan dolgozunk, akkor ez a béta tetszőleges lehet. Lényegében azt mondhatom, hogy mindegyik kimenethez, kivéve persze a referenciát, tartozik egy saját béta. Legyen ez a béta egy, ez a második legyen a béta 2, és ez a harmadik legyen a, vagy bocsánat, ez az m-1, ugye pont, 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 az legyen a béta m-1. Teljes általánosság, mindegyik kap egy saját koeficiens vektort, ami ugye benne van az összes együtthatónk. És erre mondtam, hogy ez lesz a direkt kiterjesztése a a bináris esetre értelmezett logisztikus regressziónak ezt szokták úgy hívni, hogy multinomiális logisztikus regresszió, több kimenetünk van. Na hát, hogy működik ez? Először is az első kérdés a, az interpretáció. Ugye az egy picit itt zűrösebb, mert addig rendben van, hogy az ember ezt visszaexponenciálja, és akkor azt mondja, hogy ez azt jelenti, hogy az éad bétáknak ugyanúgy van egy értelme, Ugye az korábban az esély hányados volt, az volt az éjad béta, hogy ha az adott változó egyel nagyobb, egyel megnőtt, Ceteris Paribus, akkor hány szorosára változik a, a, az esély. Itt egy kicsit zűrösebb a dolog, mert itt is valami hány szorosára változik, de az nem egy esély lesz, hanem ez a hányados. E, tehát azt mondom, vagy ez, vagy ez, ugye attól, hogy melyik bétáról beszélünk, tehát azt mondom, hogy a, a az adott kategóriába tartozásnak a referencia kategóriába tartozás az viszonyított valószínűség, relatív valószínűség, hogy oszma két valóság egymással, hány szorosára nő, ha az x egyel nagyobb? Hú. Hát formálisan igaz, de ezt már nem nevezném olyan olyan nagyon, nagyon hétköznapi, vagy, vagy olyan egyértelmű, egy tartalmú változónak. Ugye az a baj, hogy ott nem mondhatunk, mert ugye itt alul mindig egy kategória van, nem egy ilyen egy mínusz valószínűség. Tehát itt kénytelenek mondjuk azt mondani, hogy ez egy, ilyen relatív valószínűség, amiről beszélünk, hogy a, a JS kategóriába tartozás valószínűsége osztva a referenciával, és ez a hányados, ezt az a relatív valószínűségnek, ez hány szorosára nő, ezt fogja megadni az EAD beta. És én vigyázzatok, itt már két indexe lesz a bétának, ugye ez egyik, hogy melyiknek a referencia kategóriához viszonyított ö, változásáról beszélünk, és persze ez egy vektor, tehát benne van az összes változó. Tehát van értelme azt mondani, hogy a, mondjuk a, a, annak a, 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 relatív valószínűség, hogy a mit a hármas kategóriába tartunk ö, ö, osztva a referenciával, ez hány szorosára változik, ha a négyes magyarázó változó egy egységgel megnőtt Ceteris paribus. És ugye ez a beta háromnak a négyes változó tartozó értéke exponenciával lesz zárójelben, ha valaki nagyon esélyhányados akar behozni, akkor esetleg azt mondhatja, hogy az esélyhányados, ha egy egységgel megnőtt Ceteris Provisa változó, ugye az élet ha feltételezem, hogy nézzük ezt, feltételezem, hogy csak a kettes vagy a nullás lehet az Y. -t. Tehát, tehát egy ilyen feltételes feltéve, hogy feltéve, az Y vagy a nullás vagy a kettes. Egy picit azért erről tehát. Szóval egy szó mint száz, lehet neki adni egy, egy, egy értelmet, Bizonyos tudományterületeken, talán ennek több teteje van, mondjuk a orvosi területen ez a valószínűség osztva a másik valószínűség, ezt a relatív rizikónak hívják, és egy ilyen értelmesebb fogalom, és akkor annak hogy jobban felfogad, hogy mi a tartani, hogy másfél szeresére nő a relatív rizikó, de azért még ott se olyan feltett, egyértelmű. Általában ezek, ezeknek az interpretációja kevésbé kézenfekvő. Jó, ö megbecsléshez és a predikcióhoz is, ugye ezek a fő kérdések, amik hátra vannak, kellene még egy nagyon fontos dolgot tisztázni, hogy hogyan tudunk előállítani valószínűséget. Megbecslés, annyit azért elmondhatok, maximum likelihood, ugyanaz Pepitában, csak rengeteg paraméterünk lesz, de az elv az ugyanaz. De az előrejelzések kellenének, ugye? Mert azt mondja, hogy, ez hogy itt bajban vagyunk, mert oké, okay, megvannak a bétakalapok, beleírom a konkrét x-et, oké, okay, vissza visszaexponenciám, de attól még csak egy ilyen hányadost kaptam, egy ilyen relatív valószínűséget, hogy lesz ebből valószínűség? Ugye úgy azt érezhetem, hogy ezt nem tudom megoldani, hát ebből nem tudom, hogy az egy betartozásnak mennyi a valószínűsége, meg ebből se a kettőnek, vagy a nullának, vagy bármelyiknek. És itt jön egy kis csel, ami a segítségünkre jön. Ki kell használnunk azt, hogy egy dolgot azért tudunk ezekről a valószínűségekről, és az lesz az utolsó hiányzó egyenletünk, hogy ezt megoldhassuk, az, hogy az összegük az egy. Ugye, ha visszanéztek erre, tehát a, a, a bináris esetre, ott is felhasználtuk ezt az információt. Pontosan ugyanígy itt is. Azt, hogy ennek a kettőnek az összege az egy, azt felhasználtuk itt is. Hogyan? Itt. Én kihasználtam ezt az információt, úgy, hogy már élből beleépítettem abba, hogy hogy írtam fel ezt a, ezt a nevezőt itt. A, ebben benne van ez az információ. El, elintéztem egy csuklóbozót, hogy ezt írtam. Itt itt is ugyanazt kell csinálnunk, hogy ezt az információt használjuk fel, csak egy kicsit nyakatekertebb lesz, mert nem tudjuk ilyen egyszerűen ide beleépíteni, és akkor ezzel elintézve. Na, mit fogunk csinálni? Azt fogjuk csinálni, hát először is ö, fejezzük ki a referencia kategória kivétel az összeset ezekből az egyenletekből. Exponenciálunk, és átszorzunk azzal, ami alul van. Akkor ugye megkapom, hogy az egybetartozás valószínűsége, az egyenlő a nullába tartozás, tehát mi a referencia kategória, szorozva, ugye ennek az exponenciáltja, E x transponált béta 1. Hasonlóan a kettőbe tartozás, az úgy fog kinézni, hogy a referenciába tartozás, szorozva E a x transponált szor beta 2. Pont, pont, pont. És végezetül az utolsó M-1. kategóriába tartozás az egyenlő a, az egyenlő a referencia, itt is átszorzunk, szorozva évad e x-transzponált e, beta m-1. Így és most bevetjük azt, hogy az összes ilyennek az összege, plusz még persze ugye maga a referenciának az összege, mert akkor mondtuk azt, hogy az összesnek az összege, az egy kell, hogy legyen. Na ezt írjuk fel egy kicsit normálisabban, amit tudunk, az az, hogy szumma i egyenlő nullától m-1-ig, az összes valószínűség az 1. Ezt tudjuk, bocsánat, ide nyomorítottam. Na most mi lesz ez az összeg? Hát ez az összeg az lesz, hogy ez, plusz ez, plusz pont-pont-pont ez, plusz persze maga a py egyenlő nulla. Hát akkor a py egyenlő nulla az benne van az összesben, ha ezt kiemelem ide, és mink van? Ugye először van saját maga az 1, plusz ez, plusz ez, plusz ez, hát akkor azt mondom, hogy summa j egyenlő 1-től, ugye vigyázat a referenciát kiadtam, m-1-ig é e ad x transponált beta j. És meg vagyunk. Ez biztosan igaz, mert a valószínűség egyre összegződnek, hát akkor innentől végeztünk, ezzel az egészen leosztunk, és akkor megkapjuk ennek a valószínűségét, P egyenlő 0, feltéve x-et, az egyenlő, 1 per 1 plusz szumma j egyenlő 1-től e, m 1-ig, e ad x transponált beta j, és végeztünk. Ezzel megvan a referencia csoportba tartozás. Ha valaki megkérdezné tőlünk, hogy mennyi, a, hogy mennyi az akármelyik nem referencia csoportba tartozás valószínűsége, mennyi annak a vagy hogy az ijedik csoportba tartozunk, akkor azt ez már mutatja, mert vesszük a referenciába tartozást és beszorozzuk a saját éjados e kifejezésével, azaz ide felülre ír, hogy e ad x transponált e, beta i, ugye mert most az i kérdezem, alul pedig maradt, hogy szumma 1 plusz i egyenlő 1-től, ugye átugorjuk a referenciát, éjad e x transponált beta j és ez i egyenlő 1, egy, 2, pont, 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 mínusz 1. És végeztünk. És ilyen gyönyörűen látszódik az egyre összegződés, mert ha összeadom ezt meg az összes ilyet, ugye a nevező az ugyanaz, tehát az mindenhol ez lesz, mi lesz fölül a számlálóban? 1 plusz az összes ilyen i egyenlő 1, egy, 2, pont, pont, mínusz 1, az épp ami alul van, tehát valóban egyet ad az összegük. Ugye nem nehéz felismerni ezt, a, ezt az otcos sztorit, ami volt a sima logisztikus regressziónál, csak ugye ott nem kellett szummázni, mert ott, ott csak már egy, egyetlen másik kategória volt. Tehát volt egy ilyen egyesünk, meg volt egy ilyen iadósunk, és ezzel el volt intézve. Ugye itt ezért bonyolultabb a történet, mert hogy, hogy, több kategóriánk van. És végeztünk. Tudunk predikált valószínűséget mondani, innentől a beszélés maximum Rendben van. Még egyetlen utolsó megjegyzés, ugye természetesen, ha valakinek nem valószínűség kellene csoportba sorolás, minden ugyanúgy érvényes, amit bináris esetben mondtunk, kicsit zűrösebb lesz. Mert nem kétszer kettes klasszifikációs mátrixunk lesz, hanem egy ilyen nagy, m szer m es klasszifikációs mátrixunk, és az összes ott bemutató mutató is zűrösebbé válik, de teljesen analóg a, a kétszer kettes esettel, csak többet kell hozzáírni, meg kicsit nyakatekertebb lesz, hogy mit jelent. De az alapelv marad ugyanez, és még egyszer ezzel, anélkül, hogy bármit feltételeztünk volna a csoportok egymáshoz való viszonyához, igen, jó, borzasztó sok paraméterünk lesz, de ezzel teljes általánosabban tudjuk kezelni ezt a problémát. Mi szokták ezt klasszifikációnak is nevezni, ez a binárisan is igaz volt, hogy ha valamelyik csoport valamelyikébe rakunk, de a mi szempontunkból ez egy regresszió. Itt most több csoportunk van, ezért ezt hívtuk úgy, hogy multinomiális logisztikus regresszió.